A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepre érkezve kellemes nyári időben játszottak a futballpályán a fiatalok. Tóth István büszke csapatára, hogy a kisebb-nagyobb nehézségek ellenére is el tudták érni az 5. helyet. A nyári uborka szezon tökéletes alkalmat kínált a csapat megerősítésére, amely az új játékos igazolások révén megtörtént. Az edzőmérkőzéseken az is lemérhető volt, hogy hol tartanak a sportolók a felkészülésben. A megyei másodosztályban a második szezont csináltuk végig. Az első szezonban a csapat az ugye 8. helyezést ért el, a mostaniban 2012-13-as bajnokságban 5. helyen zárt, az ifjúsági csapatunk a 8. helyen. Hát úgy értékelném azért, hogy ezek a srácok a munkahelyük mellett amatőr szinten mindenféle juttatás nélkül csinálják, teszik a dolgokat, heti 2 edzéssel. Összességében azt mondom, az előző első évhez képest mindenképp az 5. hely, ami 4. volt az végül is, mert egy ponttal többet értünk el, mint a Tokaj, de az ifjúsági csapat miatt a végén lemondtak egy pontot tőlünk, de elégedett vagyok ez az 5. helye, bár mi mindig azt szerettem volna, hogyha minél jobb eredményt érünk el, legalábbis a dobogó az mindenképp szeretném, ha ott lenni, vagy lettünk volna. De a jövőben mindenképp ilyen célirányosan szeretnénk igazolni posztokra. Látjuk itt a hibáinkat, azokat szeretnénk kijavítani, ahová megfelelő embereket szeretnénk igazolni, mint ahogy már folyamatban is van, ugyanis elkezdődött itt az átigazolási szezon. És hát kapusposzton mindenképp szerettem volna erősítésként hozni egy rutinos kapust, ami sikerült is. A Bajos Szántóról sikerült a Szerencsi Zoltánt leigazolnunk. A Vasas Pétert Mádról, szerintem egy ballábos középpályás játékos, szerintem mindenképp erősítés jelent majd a csapat számára. Ifjúsági csapat terén ugye sok játékosunk az kiöregedett az ifiből. Helyi gyerekekkel próbáljuk pótolni, itt az iskolák segítenek ebben, a Bolya iskolából, a szakközépiskolából, illetve a gimnáziumból érkeznek hozzánk fiatalok. Főleg 96, 97, 98-as srácokkal próbáljuk pótolni a kiöregedett játékosokat, és a heti 2 edzéssel, amikor is a nagy csapattal együtt edzenek, megvan a fejlődés számukra. Ami meg is mutatkozott, ugyanis 3 játékos ki tudok emelni az ifjúsági csapatból, a Molnár Ádámot, a Buri Dávidot, illetve Gyökös Marcit, akik már a nagy csapatban is megmutatták, hogy megállják helyüket. Felkészülési mérkőzéseket azért megpróbáltam úgy lekötni, hogy tőlünk inkább erősebb csapatokkal játszunk, és itt jobban fel tudjuk magunkat mérni, hol állunk. Vegyes volt az eredmény, de látom azt, hogy mindenképpen, hogyha össze fogunk tudni állni, ugyanis hát itt a nyár belejátszik, hogy sokan nyaralnak meg, egyéb elfoglaltságok, sérülések. Igazából még nem tudtunk úgy összeállni, hogy én szeretném, de mire kezdődik a bajnokság, biztosan sikerül, és addigra meg lesz az a csapat, amire előrébb fogunk tudni lépni ismét, ahogy én szeretném, mint ahogy tettük azt az első évről a másodikra. Most ugyanúgy szeretném, hogyha tovább sikerülne javítani az eredményünkön, és a dobogó valamelyik helyére oda tudnánk kérni a végén. Hát az utánpótlás terén is jól állunk. Úgy gondolom, hogy a Bozsik program keretében a 7-9-11 éves gyerekek vannak szerepeltetve. A helyi iskolában ott tartják a testnevelés tanárok nekik a felkészüléseket. Itt évente körülbelül olyan 7-8 mérkőzéseket játszanak, és a mi pályánkon, mert mi vagyunk a körzeti, ennek a szerencsi körzetnek a fogadói, tehát a mi pályánkon folynak itt a csaták, ahol tudjuk, előnyben vagyunk, mert tudjuk figyelni itt a fiatal tehetséges gyerekeket is, ez az egyik. A másik, van ugye az ifjúsági csapatunk, a 14 év fölöttiek, akik, hát ez az ifi, akit mondtam is, ugye, hogy jó pár játékos kiöregedett, itt igazából új csapatot kell ismét. Tehát ilyen az ifjúsági, tehát a kiöregedettek helyére hoznunk kell újakat, és ez vagy feltöltjük a meglévőből, vagy újakat hozunk, mint ahogy most igazolunk itt az iskolákból. Mindenképp ezekkel az itt maradókkal és az újakkal, ahogy az edzőmérkőzéseken figyelve, azt mondhatom, hogy
hogy biztos vagyok benne, hogyha így együtt maradnak ezek a srácok, ezek a 96, 97, 98-as gyerekek, ezek még fokoznak nekünk majd örömet. A klub tervei között szerepel, hogy a következő szezonban szeretne a dobogó valamelyik fokára felállni. A gárda formációja nem fog változni, marad a két csatáros játék. Ennek tudatában erősítették meg a csapatot, és került három fiatal az utánpótlás egyesületéből a felnőttek közé. Az U19-es kerete kicserélődik, új tizenévesek kaphatnak lehetőséget a csapatba kerülésért. Az őszi szezon Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata Garadna ellen kezdi meg augusztus 17-én.